Ott a repülő! Megérkezésük után azonnal felfigyeltek a Bökönyi Általános Iskola diákjai a balkányi repülőtér légijárműveire. Mindössze néhány percet kellett várni a tanulóknak az újabb meglepetésre. Nyíregyháza irányából két motoros sárkányrepülő érkezett. A látvány azonnal elnyerte a gyermekek tetszését. A pilóták landolását követően a bökönyi tanulók közelről is megismerkedtek a gépekkel. Osztályfőnökük szerint ezt a napot sokáig nem felejtik el a tanítványok. Ez egy óriási élmény ezeknek a gyerekeknek, már éveleje óta várják, mert hallották, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy eljöhetünk. És most, hogy megvalósult, most egyrészt nagyon szépen szeretnénk megköszönni a repülőtérnek és a Nyíregyházi Légi Sportegyesületnek. Másrészt meg úgy érzem, hogy ez nekik egy életre szóló élmény. Plangár János a repülőtér tulajdonosa, később a hangárba is bevezette a gyermekeket. Bemutatta többek között azt a gépet is, amelyet egykoron Farkas Bertalan, Magyarország első űrhajósa is többször irányított. Ez az első ilyen történés a balkányi repülőtér történetében, hogy megkeresésre jönnek ide fiatal gyerekek. Természetesen nyitottak vagyunk, szívesen látjuk őket. Itt egy negyedosztályú repülőteret láthatnak, egy füves repülőteret, ezt próbáljuk most bemutatni. Akarunk egy kis látványosságot kiszolgálni a sárkányrepülésekkel, a hangárban lévő gépeket megmutatjuk, amik itt vannak. Itt van motoros vitorlás, ultrakönnyű kategóriás repülés, rendes normál kategóriás repülőgép, egy SK-61 Bulldog, ami a legnagyobb kategóriát képviseli. A 600 méteres kifutóval rendelkező balkányi repülőtér 3 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, ahol elsősorban fiatalok képzéseit, sportcélú repüléseket és élményrepüléseket valósítanak meg. A történet az 2019-ben indult, akkor kaptuk meg a reptér működéséhez az engedélyt. Azóta már van egy saját légisportegyesületünk, ami hivatalosan működik, be van jegyeztetve tagokkal. Van egy, én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép kis repülőgépállományunk, és ezekkel végzünk itt szabadon repüléseket. Illetve ezen kívül vannak rendezvények is, mert ejtőernyősugrások is szoktak itt előfordulni. Tavaly volt ennek is az első fordulója, 57 ember ugrott itt 3 nap alatt tandemugrásba. Ennek pedig idén is lesz folytatása, nem is kell rá sokat várni. A repülőtér jövő hét pénteken, szombaton és vasárnap várja a repülés és az ejtőernyőzés iránt érdeklődőket.